Nem tudom, hogy ezt a vlogot egyáltalán látni fogjátok-e. Igazából csak azért tettem elő a kamerámat, mert hogyha látni fogjátok, akkor remélem azért fogjátok látni, mert ennek nagyon-nagyon jó vége lett. Szóval úgy néz ki, hogy babát várunk. Csak azért szorítok, hogy jó helyre legyen beágyazódva ez a szegény. Szeretném, hogyha ez összejönne. Szóval itt van az a Clear Blue teszt, abszolút pozitív, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Kaptunk már képet is. Kettem? Ikre! Bizonyám! Ikrek! És már mind a kettőnek van színhangja. Nem mondod. Aha. Igen. De jó, van szívem, nagyon örülök neki. Jó van akkor. De jó, hogy mi lesz a mesének is. Hát az, legyen, az lenne a legideális. Nem kizárt. Ez nagyon jó lenne. Szuper. Ja. Nagyon na, puszika. Puszi. Puszi, szia. Itt. Szia Juditka, nem zavarlak? Na mondj, szívem! Képzeld el, voltam megint ultrahangon. Igen? És kiderítették, hogy ikreim vannak. Ne akasz ki! Nem akasztalak ki, tényleg! És már mind a kettőnek van szívműködése. Anyám, van a család, az Ádáméké? Ádáméké van, nincs, de most mondja anya, hogy az apának az egyik testvére, ők ikrekként születtek, csak nem egybetéjű, hanem ugye különálló, de hogy ikrek. De én ezt nem tudtam, én azt hittem, hogy ott mindenki egyetlen monoterhesség volt, de nem. Volt nem. Hát fölfetted elsőre a gatyát. Hát föl. Várják, kettő van. És hogy? Ikrek! Szegény anyát mellett sokkoltuk, mert már én olyan rosszul voltam. Olyan rosszul voltam, hogy én nem ijedtem. Tehát, hogyha eddig nem egyértelmű, vagy nem lett volna egyértelmű,
az előző kis videó montázs után, hogy mi a helyzet, akkor most elmondjuk, hogy két pici babóka növekszik a pocakomban. Úgyhogy nagyon durván izgatottak vagyunk, meg minden, szóval, hogy rengeteget fogtok hallani a csatornán erről az egészről, de azért szerettem volna Ádámot ide elhívni, mert részt vett a folyamatban. igen, részt vett a folyamatban, és de is nagyon örül neki, és mindig beszél a pocakomhoz, ami übercuki egyébként. Bori hangon. A Bori hangján, ami kifejezetten vicces. Na de szeretnénk elmesélni, hogy így hogy tudtuk meg hogy milyen érdekességek voltak a felvezető hetekben. Ezt egyébként mi terveztük, tehát, hogy áprilisban döntöttük el, hogy akkor megpróbálkozunk ezzel a dologgal, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi időbe kerül, meg hogy sikerül, meg hogy milyen kihívások elé állít minket az élet, vagy nem állít. Hát állított. Állított. Gyorsan. Igen. Úgyhogy jó nagy kihívást kaptunk, jó gyorsan, de nyilván nagyon izgi, meg nagyon örülünk neki, de hogy te így tudom, hogy mikor tudtad, hogy valami van. Úgyhogy légy szíves, te meséld el a madaras sztorit. Ó, igen. Tehát már benne voltunk a folyamatban. Not awkward at all. Finoman. Ezt Zoltán érti, ha majd nézi. Igen. És nem szoktak bejönni hozzánk élő lények, de valahogy két madár bekeveredett a lépcsőházunkba, és az istenek nem bírtak kikeveredni sem erre. Igen. És ezt ilyen, hát felfogtuk egy ilyen égi jelnek, hogy egy biztos valami van. Valami van. Valami azt van. Nem gondoltuk, hogy a két madár az két babát is jelent. De, én tudtam. És akkor az Ádám mondta nekem, hogy még hogy a nők intuitívak, és így onnantól fogva többes számban beszélt erről az egész dologról, hogy ó, ezek már ott vannak, ó, ezek már jól vannak, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt ez az egész helyzet. És akkor végül is ez volt hét elején, tehát május első hetében, és a hét végén derült ki a anyák napján este ráadásul, hogy pozitív lett a teszt, mert én nem bírtam ki, másnap kellett volna megjönnie, és én már nem bírtam ki másnapig, tehát muszáj volt egy tesztet csinálnom, és hát pozitív lett, de én azért csináltam azt a tesztet, mert úgy voltam vele, hogy a bizonytalanság a legrosszabb is. És igazából, hogyha van valami, akkor én minél hamarabb szeretném tudni, szerintem mindenki minél hamarabb szeretné tudni, de én nem vártam semmit, és én voltam az, aki éppen mondogatt az Ádámnak, hogy ne éld bele magad semmibe, mert ez lehet, hogy nagyon sok időbe fog telni, stb. Szóval én voltam szkeptikusabb az egésszel kapcsolatban, és akkor egyszer csak fogmosás közben beront ekkorákra tágult pupillákkal. Mi van? És itt tartja fel a pisi botot. De hogy így, azt láttatok kellett volna az arcát, szóval, hogy így nézd meg! Mondom, nézd meg! Rajta volt egy pluszjel, értitek? Rajta volt egy pluszjel, meg az is rá volt írva, hogy 1:2, tehát a hetek is rajta voltak, hogy körülbelül hol tartok az úton, és akkor azt mondja, mi van? Ez mit jelent? Terhes vagy? Mi van? És mondom, nem látod, basszú, most nem látod. Annyira vicces volt, úgyhogy onnantól fogva nem csak az én pupilláim voltak kitágulva, hanem az övéi is. És így nyilván így megöleltük egymást, meg nagyon örültünk, meg mindent, de szerintem mind a ketten borzasztóan megijedtünk, nem? Hát elég váratlan volt. Mert tényleg nem. Mert hogy tudtuk, csak nem sejtettük. Igen, tudtuk, csak nem sejtettük. Szóval amikor ez kiderül, az teljesen más, mint amikor készülsz rá, vagy tudod, hogy majd egyszer. Szóval ez teljesen más, mint amikor tényleg élesben történik az egész, de ez egyébként nem egy rossz ijegység, csak más, és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. De most már szerintem ebből az ijegységből megnyugodtunk, mert most már annyi minden volt azóta, amivel meg kellett küzdeni az én rosszul léteim, meg a mindenféle, majd azokról mesélek, amik így... Főleg a hajról, mi? Ja, ma a kutya sétáltást
Kutyasétáltatás. Kettőnk közül ő még nem hány tucán. Ja, igen, én nekem ma reggel sikerült kutyasétáltatás közben reggel. Elkövettem azt a hibát, hogy nem ettem akkor, amikor, mert éreztem, hogy lehet, hogy ennem kéne, mert egyébként most nagyon sokszor eszem, erről is majd beszélni fogok, szóval, hogy most nem tudok ijefezni, mert ennem kell. Hogyha éhes vagyok, ennem kell azonnal, mert akkor rosszul leszek. És úgy voltam vele, hogy ó, még annyira nem vagyok éhes, leviszem a szuflét. Uh-huh. Hát... De ugye nem hánytad a szuflét? A szuflét nem hánytam. Igen, szóval ilyenek, too much information. És várjál, és ő feltakarította a te hányásodat? Nem, hála Istennek, nem engedtem. Dehogy, Jézus. Bezzeg mi a tiédet. Ja, szegény, ő is kicsit beteg volt az elmúlt pár napban. Na mindegy, szóval, hogy vannak érdekes dolgok, nagyon izgatottak vagyunk, nagyon örülünk, úgyhogy így találtuk ki, pontosabban nem kitaláltuk, hanem tudtuk meg, és fogok egy videósorozatot indítani ezzel kapcsolatban, mert szerintem sokat lehet beszélni az első trimesterről, én fogok sok mindent elmondani nektek arról a bizonyos két hetes várakozási időről, ami a pozitív teszt előtt a nőknek az életét sokszor meg tudja keseríteni, főleg azokét, akik már nagyon-nagyon régóta próbálkoznak, és nagyon fogékonyak a mindenféle apró jelekre. Én csak tudatosan nem akartam foglalkozni semmivel, ami fura volt, pedig nagyon sok furcsaság volt. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy érdekelne-e ez benneteket. Nyilván most nekem ez tölti ki az életemet, meg az életünket nagyban. Nagyon sok mindenre fel kell készülnünk, nagyon sok mindent meg kell tanulnunk. Úgyhogy biztos, hogy lesznek ilyen témájú videók. De most már fogok merni gyakrabban videózni, mert eddig nekem nagyon nehéz volt videózni emiatt. Az a baj, hogy már eléggé látszik a hasam, előtte rosszul voltam, tehát nem volt energiám semmihez. Úgyhogy, ja, nehéz volt, de most talán visszatérek, meg visszatérünk. Ugye. Szóval ez a helyzet, köszönöm, hogy ezt elmesélted. Meg elmesélhettük nektek, és reméljük, hogy támogatóak lesztek, meg kedvesek lesztek, mert tényleg erre van szükségünk. Én nagyon szívesen fogadom a jó tanácsokat. Ha az jó indulatból, meg törődésből jön, az mindig nagyon jól jön, és megszívlelek mindent. De a negatív dolgokat hanyagoljuk, ha kérhetném ezen a csatornán, eddig nagyon jól sikerült, úgyhogy légy szíves, maradjatok olyan kedvesek, támogatóak és építőek, mint eddig. Úgyhogy ez az egyetlen kérésem a témával kapcsolatban. Na, úgyhogy ez a helyzet, ennyi volt a mai update, és menjetek Instára, ott vannak fotók, ilyen kis rögtönzött pocak fotók, így van, meg a blogomon is, lent a linket megtaláljátok hozzá, és a podcastomat is figyeljétek, mert holnap lesz új podcast epizód is, úgyhogy ja, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Hello! Köszönj szépen, Tyutyor! Nem tudja, mi van. Fogalma sincs. Sosincs. De... felszeretnék kelni, szuflé. És így jobban rám az. Lopasz, nem mész sehova! Na, Nyunyi, menj akkor apához. Gyere ide.